megállapítom, hogy bizottságülés határozatképes. Köszöntöm a megjelent tagokat, külsősöket, meghívott vendégeinket. Ha mindenki megkapta a napirendi pontokat, én annyi változtatást tennék benne, hogy a védőnői szolgálatra vonatkozó fejlesztési kérelmet, illetve a Félegyházi Hangya termelőiskola módos helyzetmódosítást venném előre, és utána pedig folytatnánk napirendi pontunk szerint a megtárgyalását. Aki ezzel együtt tud érteni, akkor kérem szépen. Igen? Szeretnék kérni, hogy nekem utolsó napirendi pontról, hogy egyébben tettem egy módosító indítványt, ami az SMS-re vonatkozik. Két ponton módosítanak az SMS-t, és ezzel kapcsolatosan szeretném, hogyha ezt főkérdően most a bizottsággal is tervelni. Jó, átadnám a jelzőnök a szót. Képviselő úr, hogy Erics Antónak az jogi bizottságtatásra a SMS módosítása véleményem is a testületítőjének a tervelés, módosítás. Hát ez nem a gazdasági bizottság. Tehát akkor nem is tárgyalható? Én azt gondolom, hogy egyebekben lehet ismertetni, csak akkor döntést nem fogunk tudni hozni róla. Jó? Úgyhogy egyebekben akkor, hogyha megfelel a képviselő úrnak. Jó. Akkor egyebekben beletesszük, jó? Jó, akkor ezzel a kiegészítéssel elfogadjuk el napirendi pontokat, aki igen kérem készfelelésre jelezze egy hangon. Köszönöm szépen. Akkor kezdenénk a előterjesztés a védőnői szolgálat fejlesztési kérelme tárgyában. Ugye itt visszautalva gépjármű beszerzésre vonatkozott, amit az aljegyző elég rendesen körüljárt, ennek megfelelően átosadnám a szót neki egy rövid ismertetésre. Köszönöm szépen. A képviselőtestület utolsó ülésén szóba került a védelmi szolgálat fejlesztésének tárgyában egy 9 személyes Opel Vivaro gépjármű beszerzése, illetve ezen előterjesztés tárgyában előirányozta a képviselőtestület, hogy kerüljön beszerzése egy Dacia-Duster típusú személygépkocsi, egy 5 személyes, amely szolgálhatja azt a funkciót, hogy külterületen meglehetősen nehéz keretviszonyok között is használható legyen. Ismerve a rendelkezésre álló pénzügyi keretet, egy jó felszereltségi, mondhatnál egy jó felszereltségi autóra költünk ajánlatot. Ami nem került bele az előterjesztésbe, viszont érdemes megemlíteni, hogy a Dacia Duster, ugye ismert mindenki előtt, ugye egy viszonylag jó átfektésű autó, amelynek meglehetősen szélsőséges árak között módott felszereltség körülményben, tehát magyarul egy alapfelszereltségű autó körülbelül 3 millió forintért elérhető, egy benzinüzemű természetesen, viszont egy dízelüzemű és egy jó felszereltségű 4x4-es meghaltású 3 millió 900 ezer forintért az alapára. Ez nagyon lényeges. És én úgy gondolom, hogy bizonyára a tisztelt képviselők elolvasták az előterjesztés mellékletét képező ajánlatokat, ebben az az árkalkuláció, amely az előterjesztésre határozott tervet is tartalmaz, az egy mondhatni egy kedvezményes árajánlat, és ennek függvényében tettünk a védelmi szolgálatokra egészítve. És természetesen annak függvényében, hogy az is szempont volt, hogy legyen készleten ebből az autóból, mert ugyanazt érjük el egy esetleges döntéssel, olyan döntéssel, amely nincs készleten, hogy csak 3-4 hónap múlva lesz beszerezhető. Ez az autó rendkívül népszerű Európa szerte, és mondták, hogy 10-12-15 hét a változás ideje, amiben nincs készleten az országban egy olyan felszereltség, ami kiállít a darab. Úgyhogy így tettük az ajánlatot, és ami nincs benne, Kesu Dió barna színű, ez a személygépjármű, amely tartalmaz a tervezet. Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel. Én annyit kérdeznék, hogy a szervíz költsége, biztosítása, kötelező szervíz, hogy ez hogyan áll, van-e benne garancia kérdése? Igen, szerintem nem is visszatérjük a választásnak, nem is a helyettelesen. Jól emlékszem,
gépjárműnek lesz egy átírási költsége, ez tekintetve arról, hogy az önkormányzat illetékmentes, ez körülbelül 30 ezer forint. Ezen különbözően, amit az állandóan nincs benne, de 5 év garancia van az autóra, és természetesen a kaszkot kötünk el, rákszám új autó, de egyéb kedvezmény a tekintetben, hogy szervíz, vagy gyármányok nincs az ajánlóban. Nem, mert látom, hogy a forgalomba helyezés, hogy a 30 ezer forint az a tisztában van, de hogy a, pont ez, hogy a kaszkó a kötelező szervizek, hiszen itt a garanciát ki fogja megtartani, hogyha gondolom, vagy kilométer, vagy éves szervizre elvisz, hogy ezt kinek a költségét fogja majd. Mert ugye ez nem a... 10 ezer kilométer az eszem, pedig 5 év van itt a szokásos olajcsere, stb. Azért ez pénzbe fog kerülni, hogy ez honnan fog kerülni. A költségvetésünkből, vagy egyébként teljes egész éve. Jó. Hát ő nekik ezzel csak azért, hogy akkor megkalkulálni kell az éves tervezésben. Jó, van-e még kérdés? Jó, és akkor itt típusról melyiket ajánlja az anyjegyző, hogy melyik köszönöm. A Dacia Duster, ugye két anyának is érkezett a Dusterre, és a menes stabilizátor, vagy a kipörgés gátló nélküli, de konkrétek csomag, ami tulajdonképpen egy monoborgot, annak kábelezését jelenti, még olcsóbb lesz ez által, jobban felszerelt lesz, tehát mindenféleképpen ezt ajánlott elfogadni, hiszen ez az olcsóbb is egyébként nagyon jó felszereltség. Tehát mindig van egy kipörgés gátló, és minden menes stabilizátor nélkül nem tud az autót. Jó. Milyen egy szolgált részéről van egy kiegészítés? Most akkor tudunk dönteni, ha nincs több kérdés. Aki tudja támogatni a határozott tervezetben szereplő gépjármű beszerzést, kérem készfelemléssel jelezze. 2, 4, 5. Aki nem, egy nem fő. Egy nem tartott fogás. Nem volt. Jó. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a szakszolgálat. Megjelenését. Következő előterjesztés a Félegyházi Hangya 2010 termeléskora vidékiskolája címen nyertes pályázat támogatási szerződésének módosítása tárgyában. Köszöntöm Juhász Miklós urat, de az intézmény fenntartó váltás miatt vidéki szerződés módosítására köteleznek bennünket, ha jól értelmezem, ennek a jóváhagyása fog majd megtörténni, de Miklós átadom a szót. Amit elnök úr is elmondott lényegében, amiatt, hogy a kecskeméti tankerület a fenntartó jogokat állott a vidékfejlesztési minisztériumnak, létrejött egy önálló MSZD intézmény, és ezt kell átvezetni a támogatási szerződésben. A mai napon tisztázódott le, és erről küldtem is jegyző úrnak egy előterjesztés kiegészítést, amit szeretnék még azért részletesen kifejteni. Az előterjesztés kiegészítés kapcsolódik ehhez az előterjesztéshez azért, mert a konzorcium megállapodás tervezet, ami az ESZA kért, hogy új megállapodásként kezeljünk, nem csak a szerződő vagy konzorcium tag személyét kell kicserélni benne, hanem a 3.3-as pontban megadott tevékenység és forráselosztás is módosítani kell, abból adódóan, hogy a mezőgazdasági szakiskola jelen pillanatban nem rendelkezik a felültelt felnőtt képző intézményi nyilvántartással, jogosultsággal, mivel a régi szakképző keretében folytatja a felnőtt képzési tevékenységet, augusztus 1-jel ezt nem örökölte meg, hanem ezt neki újra meg kell szereznie, újra kell magát akkreditáltatnia, vagy a szeptember 1-től életbe lépő új felnőtt képzési rendszerrel ismertetnie magát. Ebből adódóan az aranykalászos gazda alapon induló képzést nem tudja hivatalosan a MSZG elindítani, de hál' Istennek a művelési központnak van felnőtt képzési akkreditációja, van felnőtt képzési jogosultsága, tehát ő jogosult az indítani a képzést, ugyanúgy a MSZG-nek a hátterével, oktatóival fogunk dolgozni, csak egy jogi személy csere van, és ebből adódóan a költségeket is át kell olyan módon csoportosítani, hogy ami az oktatókra, képzéshez kapcsolódó oktatókra esett költség, képzéshez kapcsolódó közvetlen költség, azt át kell csoportosítani a művelési központra, hogy akkor ő tudja ezeket a
beszerzéseket elindítani, a szerződéseket megkötni. Tehát a mai kiegészítés az erről szól, és erről szól. Főösszeg nem változik, csak annyi, hogy körülbelül egy olyan 37 millió forintnyi költséget át kell csoportosítani a művelési központra. Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel, javaslat. Ha nincs, akkor tudunk dönteni, aki tudja támogatni a határozattervezetben szereplőt, akkor készen és jelezze. Egyhangú. Köszönöm szépen. Köszönjük a jelenséget. Folytatva a napirendi pontokat, akkor visszatérünk az eredeti kerékvágárba. Harmadik napirendi pont, ami a régi első. Tájékoztató Kiskunfi Egyháza Város Önkormányzat költségvetésének 2013 első fél évi pénzügyi teljesítéséről. Mivel a szakbizottság, én gondolom, hogy mindenki tüzetesen áttanulmányozta az anyagot, én azt gondolom, hogy a mai témák egyik legfontosabb anyaga, és megmondva, én nagyon vártam ezt az anyagot, hiszen azért ebben a konszolidáció miatt azért elég nagy változásoknak kellett következnie, és átolvastam az anyagot többszörösen is, de várom a tagok részéről van a hozzászólás részvétel. Jó, ameddig gondolkodik mindenki, addig én kérdeznék. Ugye én is vártam ezt, hogy majd akkor az OTP-vel lesz egy új tárgyalás, vagy valamilyen eszmecsere. Sajnálom, hogy erről információt nem kaptunk, még igazán a bizottság sem. Személy szerint én nem az egy dolog, de a bizottság sem. De itt azért feljegyzésben itt van, hogy ez augusztus 22-én megtörtént. Én azt gondolom, hogy erről valami írásos anyagot, beszámolót szeretnénk látni, mert azért ez nem egy olyan megbeszélés, amit csak úgy át lehet sikarni, hiszen itt nagyon komoly témákat kellett érinteni. Én azt gondolom, hogy feltételezem, nem vagyok szakmai, de feltételezem azt, hogy az OTP talán már nem kér annyit fedezetet a meglévő hitelállományunkhoz. Én szeretném kérdezni, mik azok az ingatlanok, vagy hogyan lesz ez módosítva, hiszen ez mindenféleképpen testületi hatáskör. Elég nehéz volt nekünk, mikor bepakoltuk, hogy melyik ingatlanra tegyünk jelzálogot. Én azt gondolom, hogy a Félegyháza gazdasági jövője szempontjából azért mozgásteret azt jó van, hogyha a testület meg tudná határozni. Illetve mindebből egy röviden kiderült, hogy ugye a törlesztési rész az maradt ugyanaz az ütem, csak más pénzügyi konstrukcióval. De én azt gondolom, hogy azért, ha ilyen tárgyalások történnek, akkor azért legalább egy beszámoló készüljön már róla. Nem akarom én ezt párhuzamba állítani, mondjuk egy ukrabeci vagy egy tordai delegációs látogatással, arról is készül beszámoló, hát azért ez nagyságrendet kell, ez nagyon ebből valamit, hogyha lehetne látni. Én nem tudom, ki tud erről esetleg tájékoztatást adni. Első kérdésként. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Ahogy június 30-ával is megjelent ez a városlakosság államának 65%-át az állam konszolidálta. Igazán én akkor kérdeztem, hogy akkor minél előtt próbáljunk az OTP-vel egyeztetni, tekintettem azzal, hogy megváltoztak a feltételek. Akkor az a nyugodt döntéssel biztattak, hogy amíg nem jön meg a papír, addig mellékén ez a végleges határozat aláírva, hogy emlékszem alatt, hogy július végén érkezett. És ugye a igazgatási szünet után kezdeményeztük az OTP-vel a tárgyalást, ami az előtt héten a csütörtöki napon került sor. Ami nagyon fontos, és valójában mi kezdeményeztük, bár kicsit azt kell mondani, hogy vártam is, hogy talán ők is léphetnének irányunkba. Igen, különösebben két dolog volt, ami elsősorban izgatott a város költségvetésével kapcsolatosan. Az egyik dolog, Budapest Investment Monitoring cég eddig szükséges Kiskunfélegyháza a város ellenőrzése ügyében, amelyel segítette a munkánkat, tekintettel a többi 381 ezer forintba került havonta, és úgy gondolom, hogy most már nincs olyan jellegű adósság állománya a városnak, amely ezt igényelni. Ezzel kapcsolatosan itt tudok mondani a
az OTP megyei vezetése, hogy ők is ezt felülvizsgálják, ők is úgy gondolják, hogy szeptember 30-án lejár az a szerződés, ami kérik tőlük az elmúlt három esztendő teljes értékelését, és akkor ezzel elvileg el tudom köszönni ettől a cégtől. És ez azért fontos, tehát azért 12.381 ezer forint, azért több mint 4 millió forintról beszélünk. Másik fontos dolog volt, említettem, hogy a nagy kötvényünknek, ugye ez a 2028-30-ig tartó, 30-szal lejáró kötvény, ami 3,1 milliárd volt, ennek az állami adósságban átvállalás nem 65%-át vállalt, hanem 87%-át. Tehát maradt egy 14%. Mégis ez a megmaradt 338 millió forint az, amely miatt a kötvényszerződés él, és a kötvényszerződésben kikötött kötelezettségek állnak Kiskunfélegyházára. Ezért is úgy gondolom, hogy szándékaik szerint a további takarékos gazdálkodással szeretnék ezt a később a jövő első fél évében rendezni, és ezt a várost ettől a kötelezettségektől mentesíteni. A másik fontos dolog is talán inkább ez a fontos, hogy a jelzálogok, amelyek Kiskonfületján a város nyugatlanul vannak, ezekkel kapcsolatosan kezdeményeztük felülvizsgálat, hiszen nyilvánvalóan nincs akkor a tartozásunk, akkor szükséges, hogy annyi nyugatlanul legyen a jelzálog. Ezzel kapcsolatosan a hasznosítási csoport készített egy javaslatot, ezt a javaslatot átadtuk, és ezzel igazán kezdeményeztük a tárgyalást. Ez után fog folytatódni, tehát valójában mondtak, hogy ők is így gondolják, és elindulnak, megvizsgálják a látunk javasolt ingatlanokat, elsősorban azok, amelyekre szeretnénk pályázni, hogy a esetleges hasznosítása a továbbiakban felmerülnek, és igazán ez a folyamat indult el. Azért látni kell, hogy nem egy faktoros társaságra állunk szemre, tehát kicsit gyorsabban a dolog, tehát mindenkinek sok főnök. Ez a második dolog. A harmadik dolog, hogy a jelenlegi pénzkészletünk ügyében és inkább is a december 31-ig kötelező jogszabályoknak való megfelelési ügyében 43 millió forint folyószámlai kerülünk, és van még 40 millió forint munkabérvitelünk, és ezt a következő hónapban szeretnénk rendezni, amely azt jelenti, hogy ezek a hitelek megszűnnek. Amennyiben sikerül a következő év tavaszán fennmaradt kötvényhitel kifizetni 338 millió forint kötvényhitel ügyében, akkor ez azt jelenti, hogy semmi más tartozása nem maradt Kiskunfélegyház a városnak, mint a 2005-ös, 6-os és a 2009-es beruházási hitelek. Ezekről még egyébként annyit kell tudni, hogy van olyan hitelszerződés a városnak 2009-ből, amelyet még csak 14-ben kezdünk el törleszteni. Tehát minden esetben ezek a költségek pontosabb számukra. Részben egy másik dologban még szeretnék akkor reflektálni, hogy itt egy kicsit a másik napirányú barátom, melyik ez a rövid kis pályázat következő. Tehát mindenféleképpen szeretnénk meg a pályázatot indulni, a Bízókedvei Gazdasági Bizottság ezt támogat kívánok a testület. Bár független attól, hogy nagyon nagy levegőre jutott azért a város, gondolom, hogy a két olyan dolog van, amelyikről azért nem lélegezhetünk fel, és ezt az OTP is elmondtunk. Az egyik természetes a városi sportcsarnok kérdése, amely kapcsolatosan jelen pillanatban is a megállapodás szerint rendszeresen 7 hónapról hónapra fizetünk havi 20 millió forintot, tehát mindez, amit vállaltunk, ezeket a terveket rendesen törlesztjük. Ettől függetlenül az eddig időszakosnak elhalmozott tartozás állomány, ez több mint 381 millió forint a mostani kimutatás szerint, amely ugye elmaradásként nincs rendezve. A mai az jelentés amelyet hivatalosan olvastam az interneten, az ebből való sajtóanyagot. Ezt kimutatja, hogy 2007-ben az egy olyan döntés született, amely 2022-ig Kiskunfélegyház a város gazdasági helyzetét instabillá teszi. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy a mostani állami szerepvállalással a gazdasági helyzetünk stabilizálódott. Ettől függetlenül a következő majdnem 10 esztendőben ez a teher még itt van, és ez egy nagyon nagy teher, tehát ez az évi 380-60 millió forint. Ez egy hosszú távú teher, ezt az OTP külön fölhívta a figyelmüket, ha véletlen elfelelkeztünk volna róla, akkor ez megvan.
Másik dolog, amelyet a költségvetésben évelei tervezésnél is jeleztem, hogy beterveztük a kormányzati kölcsön esetleges visszakopását, és ugye ezzel ugye a képviselőtestület, hogy ez a 308 millióval együtt stabil a költségvetés. Ennek egyébként azt kell mondanom, hogy a kirehangolás sem látjuk, úgyhogy mindenféleképpen ez még egy olyan helyzet, amelyik gondolom, hogy a maga a beruházás, illetve a kórházi tartozás jelenleg bizonytalan helyzete indokolja azt, hogy az önkényi pályázaton induljunk. Szerintem a 30-ig melyik dolgás, mert van az elmúlt két esztendőben 600 millió forint állami támogatás, visszamentérjük el, hogy állami támogatás biztat bennünket arra, hogy megpróbáljuk ezt a pályázatot, és reméljük, hogy még további támogatáshoz, támogatásban tudunk részesülni. Körülbelül ennyi, ami történt, inkább azt gondolom, hogy a kezdeményeztük azt, hogy a bejelzáló hát vizsgálásra kerüljön, és nyilvánvalóan a vagyonhasznosítási szövék is, amilyen. Amint erről lesz a bármi terülésünk, ezt a testetét is. Köszönjük szépen! Szeretném is kérni, hogy azért a bizottság tagja ezért kapjanak tájékoztatást. Elsősorban az ingatlanok tekintetében, mert nem az, hogy itt persze azért tartunk ingatlant, és azért irányítja a jelző, hogy szakemberek állítsák ezt össze, de én azt gondolom, hogy a politikai felelősség az rajtunk van, tehát a döntéseket mi fogjuk meghozni, hogy mely ingatlanok kerüljenek ki, illetve maradjanak jelzálóba, hiszen akár, hogy a polgármester úr mondta, egy hosszú távú fejlesztésnél azért ennek fontos szerepe lehet. Örülök neki, hogy a kórház adósságállománya kölcsöne ide került, hiszen én a költségvetésben én javasoltam, hogy ez kerüljön bele. Igaz, hogy ezért nagyon meg kell küzdeni, hogy valamilyen csökkentő, költségcsökkentő tényező legyen, és abból valamennyi pénzt lássunk majd. Én szeretném azt, hogyha tényleg ezekre a dolgokra nem kellene rákérdezni, vagy ha nem kapnánk valami rövid tájékoztatót, mert természetesen hivatal dolgozik, ezt teljesen jónak tartom, de azért írásban egy e-mailben képviselőknek szerintem ezt nyugodtan ki lehetne küldeni, hogyha jövőben erre lesz lehetőség. Köszönöm szépen. A másik kérdés lenne, hogy itt a VSZ-kel kapcsolatban bizonyára mindenki megnézte, és próbáltunk itt még anyagokat gyűjteni. A fél éves beszámoló, ugye a kint lévőségek, ami azért mindig egy fontos dolog, hiszen hogyha ez nagyon halmozódik, akkor ebből nagyobb is lehet. Ugye itt a VSZ-kezni van egy majd 100 millió forintos kint lévőség, ami én azt gondolom, hogy egy olyan határ, hogyha ezt átlépjük, ez az 50 millió is sok, de a 100 millió az még több, akkor komoly gondok lehetnek. Itt én megkaptam kirészletezve is, mert ők külön beküldték. Én azt gondolom, hogy erre valamilyen, akár a bizottság, vagy a testület elé előkészítve, akár egy intézkedési tervet kellene kérnünk. Tudjuk azt, hogy új jogász lépett munkában a VSZ-nél. Tegnap átbeszéltük a lakbértartozásokat, ami szintén nagyon magas, és még mindig van jó néhány olyan lakó, aki nem fizeti a lakbért, nem fizeti a közüzemi díjakat, nem fizeti a közös költséget, és évek vagy hónapok vagy évek óta még folyamatosan bent lakik ugyanúgy az ingatlanban. Tehát itt van egy nagyon lassú halmozódás úgymond, de azért 4-500 ezer forintot, 10 ezer forintos lakbérből azért elég hosszú idő összerakni. Tegnap Dongo József képviselő úrral közösen úgymond kezdeményeztük ennek a felülvizsgálatát, és itt a jegyző úr részéről volt is rá akarat, hogy úgymond ezt felülvizsgáljuk, és ide is a koncepciómentén próbáljuk meg egy hatékony lakásgazdálkodást folytatni. Én azt gondolom, hogy az a minimum, hogy itt a VSZKSZ-nél egy intézkedési tervet nevezzük így, azt gondolom, hogy ennek a behajtására, vagy a kint lévőségek, nem tudok más mondani, behajtására valamilyen időpontokkal ellátott intézkedési tervet készítsenek. Szerintem ennek lenni is kell, de én azt kérném, hogy a következő bizottságülésre ez kerüljön elénk, amennyiben ezt meg lehet tenni. További kérdés, észrevétel. Én szeretném még elmondani, hogy a helyi adók, adóbevételeknek a
az alakulása az egy nagyon jó munkacsoport volt a kormányzó fele is, mondom, hogy ezt tolmácsolja az adócsoport fele, hiszen látható, hogy teljesen jó állok az adónemekben. Van olyan, ami tényleg 120%-on teljesített. Én azt gondolom, hogy és a kint lévőségek behajtása is nagyon precízen, pontosan van. Nagyon ajánlom mindenkinek figyelmében az ott lévő táblázatot, amiben látható az, hogyha följelentenek valakit, vagy bíróságra viszik, akkor behajtott rész nulla. Ha fölhívják telefonon, vagy egyeztetnek, vagy átütemeztetik, akkor azért legalább valamennyi behajtható. Tehát ez egy nagyon jó tanulság az a táblázat, szerintem az a törődünk kell. Kérdés, észrevétel. Jó, amennyiben nincs, akkor kérem, fogadjuk el, aki egyetért vele, kész feladással jelezze. Egy mondat. Köszönöm szépen. Következő napi rendi pont előterjesztés, helyi önkormányzat működőképes a megőrzés szolgálpályázat beindítása tárgyában. Magyarországon is szinte ismertette is. Én azt gondolom, hogy továbbra is pályáznunk kell. Igen, ez a két tétel van, ami továbbra is úgymond koloncként a város nyakán van. Az egyik a mondhatjuk továbbra is, hogy napi 1 millió forintos sportcsarnok, ahol ugye van egy 380 millió forintos tartozásunk, még annak függvényében is, hogy most ezért rendszeresen tudunk fizetni. És bízom benne, hogy ők is visszaadják a pénzt, ami kell, hát azzal sincs probléma. Illetve ez a kórháznak nyújtott hitel, ami én azt gondolom, hogy továbbra is követelnünk kell, hiszen nem működési támogatásként adtuk, hanem egy hitelként. Vagy kölcsönként. Ami szerintem egy meglévő rendes hivatalos kölcsönszerződés alapján szerintem az további is követelés tárgyát képezheti. Macus, gondolom az ebben a eltérdett rendszerünk fölviszítek, hogy mivel ki fogja dobni a rendszer, hogy mi az, amit lehet. Van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás? Amennyiben nincs, támogassátok, aki egyetért vele, kész felemeléssel jelezze. Egyhangú. Köszönöm szépen. Következő tájékoztató a diétel gyermekétkeztető szolgáltatás nyújtó vállalkozás feladatellátása rendelkezésre álló feltételeiről. Köszönöm szépen, hogy kiemelten kérésének megfelelően előkerült. Ez az anyag úgymond a kiegészítése került. Én azt gondolom, hogy megnyugtató az, hogy már a meglévő szakács is foglalkozott diétás étkeztetéssel, illetve a városi kórházból lévő dietetikus fogja jövőben, mondom, akár az étrendet is összeállítani. Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel, amennyiben nincs, én azt gondolom, ezt a tájékoztató tudomásról veszük, aki egyetért vele, kinek készfelmeléssel jelezze. Egy hangon, köszönöm szépen. Következő előterjesztés a félegyházi közlöny átszervezése tárgyában. Mindenki megkapta, ugye erre volt egy képviselők által benyújtott kezdeményezés, ennek megfelelően elkészült egy előterjesztés. Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás. Amennyiben nincs, akkor én megtenném az észrevételemet. Módosításokat szeretnék mondani. A módosítások vonatkoznak a kiküldött anyaghoz kapcsolódóan. Pontokba szerve a következő képen hangoznak. Jegyzőkönyvnek oda fogom adni a példát. Pontosítás véget. Az első Kiskunfegyházváros önkormányzat képviselőtestülete 2013. augusztus 29-én 500 000 forint tőzsdőkével létrehozza a félegyházi közlöny non-profit Kft-t és a Kft. Melléket társasági szerződését jóvá hagyja. A tőzsdőke forrásáról az önkormányzat félegyházi közlöny szakfeladatát jelöli meg. Második. A képviselőtestület a Kft. Ügyvezetőjének 2013. augusztus 29-től 2014. december 31-ig várok majd javaslatokat esetleg a személyére. Én Tóth Tímeát javaslom, választja meg. Bérezése mindenkori legkisebb munkabér háromszorosát határozza meg. Hármas. A képviselőtestület a Kft. Könyvvizsgálójának 2013. augusztus 29-től 18. augusztus 29-ig a meglévő, én azt mondom, Gyöngyösi Imrét, az önkormányzat jelen könyvvizsgálót választja meg.
4-es. A képviselőtestület a Kft. Felügyelőbizottságába 2013. augusztus 29-től 2018. augusztus 29-ig 5 fő delegált. Ide majd én is várnék javaslatokat, mint ahogy az előterjesztésben is van. A felügyelőbizottság tagok díjazásban nem részesülnek, ugye ez egyezik. 5-ös. A képviselőtestület jóváhagyja a dr. Tóth Máté ügyvédi iroda által elkészített társasági szerződést és megbízza az ügyvédi irodát a társaság cégbírósági bejegyzésével és az ezzel kapcsolatos teendők elvégzésével. A bejegyzéssel kapcsolatos díjazást 50 000 forintban állapítja meg, valamint a bejegyzéssel kapcsolatos összes egyéb költséget biztosítja, amelynek forrása az önkormányzat félegyházi közlöny szakfeladata. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az ügyvédi iroda megbízási szerződésének és a társaság társasági szerződésének aláírására, a társasági szerződés cégbíróság felé történő benyújtásának legkésőbb határidejét 2013. szeptember 5-ében állapítja meg. 6-os. A képviselőtestület 2013. szeptember 30-ával félegyházi közlöny kiadásával kapcsolatos feladatokat törli a polgármesteri hivatal feladatai közül, kéri a jegyzőt, hogy az ehhez szükséges intézkedéseket tegye meg, és a szükséges előterjesztéseket szeptemberben terjeszte a képviselőtestület elé, valamint biztosítsa a feltételeit annak, hogy a félegyházi közlöny 2013. október 1-től félegyházi közlöny non-profit Kft. Adja ki. Kéri a jegyző továbbá, hogy az ehhez szükséges költségvetési és szerződési feltételeket dolgozza ki, és szeptemberben terjessze a képviselőtestület elé. 7. A félegyházi közlöny non-profit Kft. Székhelye 6100 Kiskunfegyhely Szent János tér 2 szám alatt kerüljön kijelölése, az Innovációs Központ épületében a társaság munkája a szükséges technikai feltételeket, eszközöket az önkormányzat biztosítsa legkésőbb 2013. szeptember 30-ig. Én ezeket a kiegészítéseket kívánom megtenni az előterjesztéshez. A társasági szerződést mellékeltem, a akár tanulmányozásával a testület ülésig addig van időt, akár ott észrevételeket meg lehet tenni. Köszönöm a szót. Szeretném kérdezni, hogy feltétlenül fontos ez a non-profit jelleg ennek a vállalkozásnak. Mindig a kérdés észrevétel. Továbbászolják ez lesz, hogyha lehet. Nem non-profit, akkor kitalálják holnap, hogy 300 fent az újságnak lenni, nem? Semmi a fontos. Egyébként is vannak bevételi forrásai. Ott ugye azt mondja, hogy előírás, vagy vissza kell forgatni, így van. Tehát a felhasználás tekintetében vannak korlátok, működésére megy. Kérdés észrevétel van-e? Köszönöm a szót, elnök úr. Az ennek kérdés, hogy a forrást nem lehet a módosítónak adni. Ezt ugye, ennek van egy költsége, hogy nyilván kell hármasztósa, és akkor a vízvezetőnek fizetése. Tehát milyen forrást lehet megadni? Elnök úr. Én igazából csak egy technikai kérdés lenne, hogy önök is ugye elvárják együttműködést természetes, nekünk az a dolgunk, hogyha egy előterjesztést kell, hogy készítsék elő, de ez volt a kérés, az születi döntésnek megfelelően, akkor mi is szeretnénk azért, hogy ezeket az ötleteket nem a bizottság ülésre kapjuk meg, hiszen, ahogy ön is kérte, holnap utáni testület ülésre a módosító bizottságnak megfelelően kéri az előterjesztés elkészítését. Ez megint vannak olyan kérdések a módosító bizottságból adódóan, amitre nem tudom a választ, tehát igazából kéri, hogy egy törvényes előterjesztést készítsünk, forrás megnézés nélkül. Ennyi, köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor válaszolok, én azt gondolom, hogy a módosító indítványaim azért szorosan kapcsolódtak az előterjesztéshez, hiszen mondjuk az adott három fő felügyelőbizottságot 5-re kívántam bővíteni, tehát ilyenek voltak benne. A szakfeladat meghatározást, tehát azt gondolom, hogy még ebben a költségvetési évben van fel nem használt szakfeladat, igen, a közlöny pénzén, ezt kívánom felhasználásra.
A 2014-es évben pedig értelemszerűen új költségvetési év fog következni, gondolom majd a költségvetés megvitatásakor kerülne erre sor. Van-e még kiegészítés, javaslat? Polgármester úr. Köszönöm szépen. Az ügyvédre megbízása ügyében három már elmenekült, egyszerűen csak bízom meg, mert akkor volna följelent a polgár úr, de ezt azért szeretném tisztelni, hogy volt-e valaki, aki árajánlatot kért erre kapcsolatosan, hiszen pont erről szólt van a másik napirendi pont ezzel kapcsolatosan. A másik kérdésem, hogy valójában Gulyás Sándor főszerkesztő munkája van megmelégedve elnök úr, mert jelen állapot szerint értelmen 29-től akkor ez szerint a végkielítését kifizetni 6 hónapban, ami szintén bér költség. A Szent János tér 2-vel kapcsolatosan ennek a teljes technikai eszközzel való felruházása miből és az mit jelent. Negyed soron pedig utolsó egyeztetésen próbáltam kollégával egyeztetni, hogy azok kérdés pályáztatás alapján kerüljön kiválasztásra a főszerkesztő, jelen a CT soron kívül kinevezésről beszélünk. Nem sorrendiségben, a Szent János tér két szám alatti miatt, én azt gondolom, hogy úgy tudnánk bérbe adni, hogy folyamatosan hirdetnénk természetes, hogyha van lesz normális mondat bérlő, akkor azt, tehát azt a szerződést is így gondoltam, hogy addig, mint a jó néhány ilyen bérleti jogviszonyunk van. A Gulyás úr kérdésén azt gondolom, hogy ezt a múltkor ezt jól kibeszéltük az egyeztetésen, hiszen ez a jegyzői hatáskörbe fog a személyi kérdés tartozni. Mi volt még pénzügyi részem? Én mondtam, hogy ez jegyzői hatáskörnek, nem gondolom, hogy ez én véleményem. Azért kell leváltani, mert egyik nincs. Ez nem levált, és szerintem egy teljesen új non-profit Kft. Fog létrejönni. Remélem, hogy az új ügyvezetőnek a végzettségét, és a személyeket azért megkapjuk, hogy tudjuk, hogy ő kell szavazni. Ügyvédi iroda megbízása soron kívül. Én azt gondolom, hogy a másik előterjesztésben is benne volt egy 50 ezer forintos keret. Én azt gondolom, hogy ebben teljesen igazam van, akár kérjünk be három árajánlatot ebből a körből, tehát legyen benne az egyik ez. Aztán egy Réci úr is jelentkezett ennek a megalkotására, legyen az is benne, és akkor keresünk még egy, akár egy másik fél egyházi tetet, de szerintem ez teljesen befogadható. Csak annyi, hogy az SMS szerint is, meg a pénzügyi és gazdálkodási szabályzat szerint is 100 ezer forint alatti beszerzésnél nem szükséges áram, csak a 100 ezer forintot meghaladott. Én azt gondolom, hogy befogadható, köszönöm szépen a jó kiegészítést, de szerintem is nem lesz akadálya neki. Egyéb kérdés észrevétel, amennyiben nincs, én szeretném először a módosításokkal feltenni szavazásra, aki egyet tud beleérteni, kérem kész felveléssel jelezzen. 4, aki tartózkodik, 1, aki nem szavazott, 1. Köszönöm szépen. Tehát 4 tartózkodás és 1 nem szavazott? Igen. De nem lesz szavazott? Nem. 1 nem szavazott. Köszönöm. Következő napirendi pont előterjesztés az Európai Mobilitási Hét rendezvényhez való csatlakozás tárgyában. Minden évben szoktunk csatlakozni hozzá. Ugye van egy ilyen kártán az aláírás, erre hatalmazzuk fel a polgármester urat, szerintem ez nyugodtan mehet. Aki ezzel egyet tud érteni, ha nincs kérdés, kéne a kézfelemeléssel jelezzen. 22-én várjuk a rendezvényt, köszönöm szépen. Következő előterjesztés Faragó Sándor vételi szándéknyilatkozatával kapcsolatban. Bizottság részéről van a kérdés, hozzászólás. Én annyit van kiegészíteném, hogy én nem emlékszem arra, hogy az aranypávát hirdettük volna eladásra, bármi nevű értékesítésre is. Én azt gondolom, hogy a volt SZTK-nak az ingatlan becsült értéke és értékesítési felhívása az él. Tehát arra adhat be a ajánlatot, ami lehet kevesebb is, több is, de annyi is. Tehát azzal tudunk foglalkozni. Én a határozat tervezetben ugye a harmadik pontja az azt írja, hogy készüljen értékbecsülés az aranypávával kapcsolatban egy esetleg értékesítése való kijelölésre.
Én azért ettől óvnék mindenkit. A többivel egyetértek, hogy a kikiáltási árat, ha a vételi szándékot akar bejelenteni, akkor jelentsen be, Baragó úr. De én azt gondolom, hogy az aranypálma nem tartozik egyelőre az értékesítésre kijelölt ingatlanjaink körébe. Én javaslom azt, hogy ha komolyan gondolja az ajánlatát Faragó úr, akkor fel kellene vele venni a kapcsolatot és bemutatni neki azokat az ingatlanokat, amelyek értékesítésre vannak kijelölve. Szerintem ez ennyit megér, ez egy gesztus is. Viszont. Egyetértek, amit mondtál, és azzal egészíteném ki, hogy a fürdő szálló a szerves része a strandnak, és egyszer eljutunk odáig, hogy az többször, többféleképp végig gondolt fejlesztésekből lesz valami, már pedig én úgy gondolom, hogy ez az egyetlen egy lehetőség arra, hogy ez a fürdő ez pozitív termelőképes beruházásként a városnak hasznára várjon, még jobban, mint eddig. Kizártnak tartom, hogy ebbe be lehetne. Én inkább arra hívnám fel a kapcsolatot, hogy az a társaság, és ezen kívül még egy néhányt meg lehet keresni, akik Sárvárt, Bakot, Sárospatakot megépítették, és többek között a mi KFT-nek is, a közös KFT-nek tulajdonosai részben, azok az országban több helyen továbbra is építenek fürdőket. Tehát érdemes lenne ezt a kapcsolatot valahol úgy felújítani, hogy ötletet, ajánlatot kérni, hiszen azok, amik akkor elkészültek, azok nyilván egyébként, de a fürdőszálló sorsa az a városnak megkerülhetetlen feladata, és elhanyagolhatatlan feladata még ott egy szállodába való gondolkodás is, mert ez az egész komplexum akkor lesz rentább is. De én azt gondolom, hogy ebbe társakat, társaságokat kell találni arra, akik ebben partnerek tudnak lenni, hiszen a környéken minden fürdő vonatkozásában szinte üllépve kell mellettünk, hogy az adottságaink az országban téviden kívül más nincs kórház mellett egyedülálló, ugyanakkor topogunk helyben nincs egy olyan, tehát másfél óra után olyan gyerek nincs, aki nem unál meg magát ezen a strandon, mert nincsenek élménymedencék karnakoltása. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy a határozat tervezetben annyi módosítást javasolnék, hogy a kettes pont az teljesen jó, tehát az kerüljön kiértesítésre, és most az egyes is jó, mert elutasítjuk, de én azt gondolom, hogy a hármas pontból pedig inkább vegyünk be egy olyat, hogy felvesszük vele a kapcsolatot, és bemutatjuk a részére az értékesíteni kívánt ingatlanokat Kismófélegyházán. Tehát ott talál magának olyan megfelelőt, ami esetleg szóba jöhet. Igazából kicsit komolytalannak tartom ezt az ajánlatot, egy szándéknyilatkozatot, mivel ettől azért több információra szóval lenne szükség egy értékesítés esetén. Tehát azért rendben van, hogy öregek otthonát meg egy fürdőszállót csinálnak konszerű formában és visszaállítanak a patinás múltját. Szerintem nem kell, mert a patinás múltja legvan ennek az épületnek, az nem veszett el. Furcsa számomra, tehát eléggé tisztázatlan, és mindenféleképpen szeretném, hogyha valami tárgyalás indulna fel, ahol részletesen fejtenék ki a szándékát. Ugye az önkormányzatnak van idős otthona. Most nem biztos, hogy szerencsés esetleg egy saját intézményed egy konferenciáidás által. Magánintézmény képében. Lehet, hogy a kettő nem ugyanaz a piacon van, de ezekből a vételi szándéknyilatkozatból nem derül ki a példát. Másodszorban egyetértek azzal, hogy a fürdőszállót egyszer nem akartuk értékesíteni, másodszorban nem kezelhető külön egyszer a strandtól, másodszorban pedig a mellette levő egészségügyi intézménytől. Tehát ez mindenféleképpen erre a saját kicsinálatot építve kellene majd egyszer meglépni ezt a fejlesztést, és amúgy meg óvnék attól, hogy
ingatlant adjunk el, ahol pályázni tud magánszemély, vagy egy vállalkozás, nagy valószínűséggel, vagy az önkormányzat cége, vagy maga az önkormányzat is pályázhat, és ezzel megtartjuk, sőt, fejlesztjük a saját ingatlanunkat, és megtartjuk azt az értéket, ami amúgy a pénzre váltjuk elúsznak. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy ezen a tervezett módosítása így volt benne, tehát nem lehet tudni, kiből lesz a komoly vevő. Én azt gondolom, hogy azért vegyük fel vele a kapcsolatot. Nem akarom minősíteni az ajánlatát, de nézzük meg hát, hogyha valamelyik kinyugodtan megtetszik. Ha nincs több, akkor én a határozott tervezetet a módosításokkal együtt tenném fel. Aki egyet tud vele érteni, kérem kézfelemeléséjel lesz-e egyhangú. Köszönöm szépen. Következő napi rendi pont. Előterjesztés az abszurd szoftver vélemény nyilvántartási szoftver árajánlata tárgyában. Ugye kaptunk egy olyan árajánlatot, amely lakás célú és lakás célú ingatlanjainkat nyomon követhetővé tenni. Természetes, hogy először van egy óriási adatbázis munka, amit berögzíteni kellene mindenféle ilyen ingatlanokat. Én azt gondolom, hogy hatékonyság növelés miatt el kellene gondolkodnunk ennek a szoftvernek a bevezetésén, hiszen jóval könnyebben nyilvántartható és nyomon követhetők lennének az ingatlanjainknak az életvitele, a benne lakók, a felújításra költött pénz. Most különböző aktákat kell végiglapozgatni. Sokszor kétes kimenetelő dolgokat, hogy kilakott ott, mennyivel tartozik, hol. Ez egyértelműen nyilvántartható lenne és lekérdezhető lenne a belső rendszeren azoknak a jogosult személyeknek, akik erre bejönnek szociális területre, rögtön rá tudnának nézni, hogy valóban lakhatásra fordítja, vagy tényleg van-e olyan ingatlan, jogosan igényli-e, vissza lehetne keresni előéletét, hány ingatlanban lakott már, volt-e bérleti díj tartozása, ez most igencsak nehéz munkával érhető elő. Én jónak tartom, az árat egy kicsit magasnak érzem, de mondom, ennek szakembereknek alá tudták támasztani ennek a szükségességét. Nem tudom, hogy valaki kíván-e hozzászólni, kiegészíteni, hol látjuk is vagyunk. Nekem is ez a maga az ára, ami megérdemlően magas. Nem tudom, mert nincs benne tapasztalatom, hogy egy-egy ilyen szoftver milyen árfolyamon mozog. Abból kiindulva, hogy tehát én csak a grafikai szoftvereket ismerem, azért ez egy profi adott csomag, szóval kettő, tehát ez, és az egy nagyon komoly tétel, ez egy kicsit sokan tartom, de lehet, hogy ez elfogadott a pénzében, lenne baj, lenne valami összehasonlítással. Én azt gondolom, hogy az ár egy kicsit magas, de végignézve az ajánlatot, meg tehát itt olyan szintű munkakönnyítés lenne, hogy akár az igényléseket, az igénylapokat megszerkesztett formába automatikusan lehet róla nyomtatni, vagy az igénylő le tudja tölteni, ő ki tudja tölteni ugyanúgy, digitálisan be tudja küldeni, tehát rengeteg olyan kapcsolt része van, amely teljesen az önkormányzatnak az arculatára szabható, az ide vonatkozó rendeleteket lehet csatolni online mindent, tehát szerintem egy nagyon korszerű. És hogyha a jövő lakás, nem lakás célú ingatlanjának a gazdálkodását nézzük, és hogyha egyszer ez akár egy kézbe fogja össze, mert azért ez ebben benne van az, hogy a nem lakás célúaknak a ingatlan nyilvántartás is ebbe történne, azért azt gondolom, hogyha ez összefolyhatna, az egy előrelépés lenne, hiszen most ez két területen folyik. Én azt gondolom, hogy magas az ár, lehet, hogy még akár egy újabb tárgyalást lehetne folytatni velük esetleg lentennembe, de a piacon hasonló kvalitású cég nem nagyon van. Elég sok referenciával rendelkeznek, megbízhatók, nagyvárosokban tevékenykednek. Én azt gondolom, hogy ezt akár támogathatjuk is,
azzal kiegészítése, hogy próbáljunk meg egy újabb tárgyalát folytatni azért még egy kedvezőbb, vagy esetleg több dolgot beleépíteni ugyanebbe az árba, az szerintem megéri, hiszen mondjuk akkor látná a cég, hogy van egy komoly érdeklődés, de még lehetne előre lépni. Kérdés, észrevétel. Akkor én javaslom, hogy ezzel a kiegészítéssel kerüljön, tehát az azt jelenti, hogy támogatjuk, de szeretnénk újabb tárgyalást folytatni, amelyben vagy további szolgáltatást, vagy pedig szolgáltatási díj csökkentést elérni. És én azt gondolom, hogy ezzel az osztályban készítjük a csoportot. Így van, tehát vagy esetleg a testület ülési sikerülne elérni, akkor az már beépítésre kerülne. Jó, aki ezzel tudja támogatni, ezt kérem kézfelemeléssel jelezze. Egy hangon köszönöm szépen. Következő napi rendi pont. Előterjesztés a Trium Media a Kiskunfegyházak Kft. Kérelme tárgyában. Sokak szorban szerintem ez a téma előttünk. Én azt gondolom, hogy teljesen korrekt a úgymond kiegészítés ezzel a két ponttal, hiszen bármilyen felújítás, vagy bármilyen munkálatok ott lehetnek. Én azt gondolom, hogy a bérleti díj is egy olyan óriási, amit nem lehet elfogadni. Én úgy tudom, hogy ők ezt el is fogadták. Ebben semmilyen vita nincs köztünk. Én azt gondolom, csak jóvá kellene hagynunk. Viszont. Ilyen tekintettel arra, hogy ez arról szól, hogy azokon a területeken, ahol eddig is fogták a Kiskun TV-t, programozhatóan elérhető legyen, tehát ez közfeladat. Tehát én 1000 forintot javaslok, most a városnak ez a 1 négyzetméter, egy közszolgálatot ellátó, nem a tévéről beszélek, hanem a feladatról. Ez konkrétan erre a feladatra kellett, hogy 1 négyzetméter, hogy egy antennát feltegyenek. Legyünk úri emberek, már most 25.000 forint vagy 1000 forint között van 24.000 forint, tudom, hogy az is nagy pénz, hogyha az embernek nincsen, de hajlófogadták, hanem én úgy gondolom, ez rengeteg olyan dolgot támogatunk 1000 forintos bérleti díjat, ez bőven beleférne. Utána ez egy kimondottan a tanyasi térségben lévő embereknek segítséget nyújt, illetve azoknak, akiknek egyszerűen nincs más lehetőségük az analóg adás után, hogy elérjék ezt a Kiskun TV-t. Köszönöm szépen. Én úgy tudom, hogy ők elfogadták ezt az ajánlatot. Én meg ezt javaslom. Köszönöm szépen, de itt igazából akkor 12.000 forintról van szó, jó értelmezem, ugye? Különbség. Mert ha 1000 forint per volt mondott, akkor az 12.000, 25 közt a különbség, az 13.000. Mert az éves díj 25. Én ott a 25.000 forint van, 1000 forintot jelöltem meg. Akkor ez már egy pontosan. Azért, mert ha nem lesz bérleti díj, akkor az támadható. Viszont, hogyha lesz, akkor én azért a minimumot, mint ahogy más esetekben sem, amikor valamit oda akarunk adni, 1000 forint bérleti díjat adjuk oda. Ez meg én úgy gondolom, hogy nem az a kategória, ami nélkül hiány szemben a város az 5 négyzetméter, a nem lévő, vagy nem azt a mozinál nem hiszem, hogy mondott jelen. Képviselő. Szavazzunk, azt nem tudom. Elfogadható javaslat, csak ha elfogadta a Trio Media Kft., akkor most mi még fagyjál? De akkor mi mondom. Ez akkor lenne jó, meg esedékes, hogyha már tudnánk a fogukat, és akkor nem kéne, meg stb. Vagy lenne nekik egy más javaslatot, vagy sokalnák a javaslatot, akkor azt mondom, hogy egyértelmű kizárkár, hogy bizottsági tartásnak ajánlata, hogy minél kedvezőbb legyen, hogy minél jobb legyen a vételi viszony, stb. De ha egyszer elfogadják, mert lehet, hogy ez nekik kevés, hogy olcsó, ahhoz képest, hogy valahol máshol meg tízszeresét is fizethetnék valaki. Ez lehet, hogy ez az olcsó, de hát a javaslatot én értem természetesen. Köszönöm szépen, Krisztán. Én úgy gondolom, hogy ez egy gesztus lenne, és ez arra utalna, hogy a Trio Media
Én úgy gondolom, hogy az utóbbi időben nem volt szoros baráti viszonyban az önkormányzattal. Ez egy üzenetértékű dolog, én azt mondom, kommunikáció szempontból is az önkormányzatnak kedvező, de maradhat 25 ezer forint, és én ezt csak felajánlottam, amit lehetőség. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy az önkormányzattal nem volt rossz viszonyban a Trio Media Kft. Tehát ezt nem tudom, honnan veszi a Fiszár úr, tehát én nem tudok ki erről, de biztos, hogy így van. Én azt gondolom, hogy elhangzott egy módosító javaslat, először ezt teszem fel szavazásra, aki egyetért vele. Egy fő, aki tartózkodik, három fő, majd az eredeti, a már leegyeztetett határozattervezetet tenném fel, aki egyetért vele, három, aki tartózkodik, egy fő. Köszönöm szépen. Következő napra tudunk lépni. Előterjesztés a Móra tér 5-6-7, a Kossuth utca 25-27 és a Kazinczy utca 10 társasházak energetikai felújításának támogatása tárgyában. Mindenki megkapta az anyagot, a társasházak közgyűlései lebonyolításra kerültek, sőt, hát ugye benyújtásra kerültek a pályázatok. Ennek önkormányzati támogatására van előttünk egy határozattervezet, amelynek a változatában az a 10%, a B változat az 5%, az a fele. Javaslat van kidolgozva, polgármester úr. Köszönöm szépen. A Honnan program Kiskun Félegyházán 2007 óta folyik. Eddig Kiskun Félegyházának a és folyamatában is mondtuk minden átadásnál, hogy Kiskun Félegyház a gazdasági helyzete mellett az elmúlt esztendőkben az idei évi tervezéssel együtt 231 millió forintot fordított pályafelújításra. Az elmúlt utolsó pályázatokban ugye az 5%-ot támogattuk. Én azt gondolom, hogy nem lenne helyes azt mondani, hogy most nem támogat. Mert ha a többi kapott, akkor miért nem kapott? Az is biztos, hogy valójában az önkormányzatokhoz nem kötelező feladata, tehát minden adott pénz az valójában plusz támogatás ebben a kérdésben, és azért is fontosnak tartom, hogy valójában ezek a 10% az 24 millió forint, és az apró a 5% a 12 millió forint. Tehát én azért az irányba igyekeznék a döntést hozni, hogy a 12 millió forint is ajándék és támogatás az önkormányzat részéről. Fontosnak tartom még egyszer, hogy hagyományunk azt híven véletlen sem mondjuk olyat, hogy most több száz lakó felújításra támogatjuk, ezeket most nem, hiszen valójában gondolom, hogy fontos, hogy az embernek legalább a feje rendben legyen, de az is biztos, hogy a 12 millió forint is plusz pénz. Egy dolgot szeretnék elmondani, és ezt fontos a bizottság tervének holnap testnek ülésen sem mondom. Kiskun Félegyház a város társasházainak felújítása, amelyet ugye most még egyszer mondom, 231 millió forint eddig az, amit ráfordítottunk, azért a város lakóinak egy részét érinti. Én most direkt számolékot sem mondott hány részét. De azok az emberek, akik társasházon kívül élnek méghozzá családi házokban, azok semmilyen ilyen jellegű támogatásban nem tudnak részesülni. Valójában ezt is figyelembe kell akkor venni, amikor igyekszünk igazságosan és a megszokott rendhez vagy hagyományunkhoz szíven jó döntést hozni. Van egyébként magánházas energetikai felújítási pályázatok is. Ezek az emberek még nem fordultak hozzánk segítségért, volt valójában ezen akkor meg lehetnék ők is segítséget az önrészüket támogatásában. És úgy kell gondolkodni, és azt hiszem egyetlen egy körzeti képviselő sincs, akinek a körzetében kizárólag panelházak lennének, hogy valójában azokat az embereket is képviseljük, akiknek nem részesültek ebben a támogatásban. Tehát én azt a bölcs döntést javaslom, hogy adjunk is, meg a város szempontjából ne is sokat, mert azért a város gazdasági helyzete még mindig nem tartott. Egészen másképp gondolkodnék, hogyha az előző pénzügyi beszámoló kapcsán mondjuk az a két nehézség nem lenne még itt a helyünkön, de hosszú távon, hogy ez még most lehet, és egyébként jó, hogy elmúlt három évben megoldani. Ahhoz képest hatalmas a tétel, tehát gazdaságban így gondolom, hogy jó felé tartunk, mégis a bölcs döntést
szeretnék kérni a bizottság tagjaitól ebben a kérdésben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egyéb véleményem. Ez jó helyre megy. Én úgy gondolom, hogy az, aki ezt eddig támogatva volt, azok nagyon nagy csatákat folytatnak ám a házak egymás kompusokkal belül is, hogy egyáltalán el tudják indítani. Na most én azt gondolom, hogy azokat a kompusokat meg kell becsülni, akik el tudnak jutni egy-egy háztömbben odáig, hogy ezt vállalják. Na most az, amit a polgármester úr mond, azokat a pályátokon, az egyéni pályátokon én számtalan lakást látok, amit felújítanak és pályázaton nyernek pénzt. Azért, mert élnek a pályati lehetősége, az önkormányzatnak nyilván a segítség ott is jól jönne, de én azt hiszem, hogy azok egyedi döntések, és sokkal könnyebben meghozható döntés, mert azt a lakos egymaga hozza meg, maximum egy társasház, egy kisebb társasház lehet még olyan helyzetben, hogy ilyen felújítási pályázaton részt vesz. Tehát én azt gondolom, hogy amíg erre a városnak van esélye, lehetősége, és vannak ilyen házak, ezeket támogatni. Tehát az 5%-os eddig itt ebben az esetben is kérne, hogy támogass. Köszönöm szépen. Észrevétel, hozzászólás. Jakos képviselő. Köszönöm a szót. A választó körzetet is érint egy lakás, illetve társasház, és csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy nemrégben láttam a televízióban egy műsort, amiben bőkamerás megfigyelést végeztek a nem felújított társasházatnál, és a felújított társasházatnál. Hihetetlen szembe tűnni a különbség, amikor megfigyelik ezeket a házakat, hogy mekkora a különbség a hőmegtartás szempontjából, és ez nagyon szépen nyomon követhető. A másik rész az, hogy ezek hüllemben is megújulnak, tehát látni lehet azt, hogy ha mikor egy kicsit délebbre vagy délnyugatra megyünk, milyen lakótelepek vannak más országokban, itt a mieink meg milyen szépen megújulnak, egyszerűen jó rájuk nézni, tehát az esztétikai szempont mellett, tehát nagyon fontos az energia megtartó szempont is. Amiben tényleg igaza van a polgármester úrnak, hogy igen, azok a házak és a város nézzük, járjuk, a magánházaknál is komoly probléma van, és úgy hallottam, hogy a kormánynak lesznek olyan fejlesztési részei, amik a magánházak energetikai megújítását is szolgálja, hogy azokra is figyelnünk kellene jobban. Ez pont olyan szindróma volt, mint amikor a lakótelepen, hogy ne engedjünk az emelésnek, de akkor az önkormányzat fizeti ki a többletet, de hát akkor mi van mondjuk a Kossuth-város családiházas körzetében, ahol az embereknek semmilyen támogatást nem jut, csak azért, mert nem társaság van. Tehát én azt javaslom, hogy támogassuk mindenféleképpen az ilyen kezdeményezéseket, amíg van erőnk és energiánk, vagy pénzünk, anyagi forrásunk, azt tegyük meg. Arra viszont azért csak fel kell hívni a figyelmet, hogy a magyar kormány azért úgy konszolidálta az önkormányzatokat, hogy még egyszer ilyen helyzetben ne kerüljünk. Tehát ez most már nem azt jelenti, hogy az önkormányzat innentől kezdve úgy szólja a pénzét, mint hogyha éppen búzát vetne a szántóföldön, és két marokkal szóljuk, mert lányos könnyű helyzetbe kerüljünk. Megfontolt, jó elgondolással, amíg a lehetőségünk, vagy a népi mondás mondja, amíg a takaronként addig kellene gondolkodnunk, ennek függvényében én is tudom támogatni az 5%-os támogatást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én is azt gondolom, hogy elsősorban az energetikai megtakarítás, ami mondjuk itt egy lakóház és egy lakótömb tekintetében azért különbség, hogy egy lakóháznál nincs akkor energiafelhasználás, mint egy lakótömbnél. Tehát én azt gondolom, hogy a kormány is először a nagyobb számokat próbálja kisebbre venni, tehát ott lehet nagyobb takarékosságot elérni. Én azt gondolom, hogy ez a város szempontjából jó hatással lesz mind a károsanyag kibocsátásra. Tehát van egy csomó olyan hozadék, ami nem is gondolkodunk el, kevesebb lesz a gázfelhasználás, az elektromos áram felhasználás is sorolhatnánk. Illetve én azt is elmondtam, hogy itt azért városkép jelleggel sem mindegy, hiszen mind a három ingatlan egy városközpontban lévő ingatlan, aminek megint van azért egy hozadéka a város szempontjából, tehát ugye ezek, amik nagyon nehezen pénzre váltható dolgok, és én örülök annak, hogy Fiszár úr kimondta talán az egyik bűvőszót, hogy azért mondjuk 80 embernek nagyon nehéz egy döntést meghoznia, mint egy vagy két embernek, egy házban élőnek. Tehát azért nagyon nagy küzdelmek azok, és a nagy áldozatvállalás, amíg eljutnak odáig, hogy beadjanak egy ilyen pályázatot.
Én azt gondolom, hogy beszéltünk polgármester úr előtte, én maradnék a 10%-nál, ami én azt gondolom, hogy nem fogja 24 millió forintot érinteni a teljes költségvetési részben, ami jövőre fog egyébként megjelenni, tehát majd terveznünk kell. Magyarul ez bekerül a 2014-es költségvetési tervbe, mint egy vállalatfeladat már, hiszen összességében 850 millió forint van, ami felhasználható, ami kiegészülhet utóban valamennyivel egyébként, tehát ilyen 1 milliárd forintig, ami számításaim szerint országos szinten egy 8-10 háznak a felújítását teszi lehetővé, méghozzá olyan házakét, ami eddig nem volt lehetőség, tehát azért ezt ne keverjük össze a panel programmal, mert ez nem panelépítésű házak, tehát látható, hogy az a kormány is nyit kifele egyre jobban, hiszen ezek téglaépítésű ingatlanok, ezek eddig abszolút nem voltak benne a felújítási lehetőségek között, tehát ez egy teljesen új lehetőség. Én azt gondolom, itt inkább a felmérés, tehát az igények felmérése, ami fontos. Tudjuk azt, hogy pillanatok alatt lezárták ezt a pályázati felhívást, tehát betelt. Én bízom abban, hogy legalább a háromból egy nyerni fog, és elkezdődhet a felújítás a jövő évben. Én javaslom azt, hogy legyen a 10%, tehát az A verzió támogatott, mind a mellett a jövőben pedig javasolnék akár egy felújítási alapnak a létrehozását költségvetési évben. Ebben beletartozhatna a kémény felújítás, tehát ami várható pályázatokra a kémény felújítás, beletartozhatna a lakóépületek felújítása, és inkább én azt mondom, hogy ne százalékokban gondolkodjunk, hanem legyen egy tervezett felújítási alapunk, és abban próbáljunk meg kielégíteni úgymond ezeket a kéréseket. Szerencsésebbnek tartom, amelyet utána akár évközben, hogyha, ahogy mondta polgármester úr, egy jobb konszolidáció kapcsán hát fel is lehet tőkésíteni még jobban, tehát azt mondjuk, hogy oda csoportosítunk még árpénzt. Úgyhogy én javasolnám, hogy most a 10%-ot támogassuk, és következő évre már a költségvetés tervezésére a bizottság hozzon egy olyan döntést, hogy különítsen el egy ilyen felújítási alapot, amelyre a lakóközösségek pályázhatnának, mint pályázati önrészhez kapcsolódóan, elsősorban kéményfelújításra és lakóépület korszerűsítésre. Van ehhez kérdés észrevétel? Külön fogom föltenni, polgármester úr. Amit szeretnék mondani, hogy tájékoztatásról pontosan, hogy ugye jelen pillanatban folyamatban van, összesen 7 pályázatot adtak be, és ebből a valamiszen 4-et újítottak föl. Vagy 3, vagy 4 van a projekt, még bent van a várólistán, ezen előtt nálam. Ezt tudunk, hogy ha az évjeles támogatott pályázatot nyernek, akkor még azok még bejönnek az ügyvédik el, mert már van egy döntésünk ezzel kapcsolatosan, és még azok is bejelentkeztek. Ez a hetnek ezt gondolja, hogy a háromnak a pályázata, hogy vagy igen, vagy nem. De ha véletlen minden nyer, akkor igen sok pénz lenne, és azért is javasoltam az 500 évet, ezt a pontosítás szerint. Köszönjük szépen! Ha nincs, akkor én úgy raknám fel, hogy ugye A, B, és akkor C-be javasolnám, hogy ezt a határozatot meghozzuk már meg, ami a következő évi költségvetésben lesz. Tehát először akkor az A változatot a 10%-on tennél fel, aki egyet tud vele érteni, kérem részfelemeléssel jelezze. Kettő, igen. Aki tartózkodott, egy, aki nem, akkor egy. Jó? B változatot tennél fel, akkor aki igen. Három, aki tartózkodik, egy fő, és aki nem, olyan nem volt. És a C változatból pedig akkor, hogy legyen egy olyan költségvetési, tehát 14-es költségvetési részben egy elkülönített rész, ahol pályázhatnak majd a lakóközösségek. Nem határozunk még meg összeget benne, de hogy ez már kerüljön bele akár egy koncepció megfogalmazásába, és aki ezzel egyet tud érteni, kérem készfelmésre jelezze. Négy. Egy hangos szavazattal. Köszönöm szépen! Napi rendetlen csak meg is, mi lesz a középületektől, kormányzási hatal, rádió, lakókkal, hadd ne folytassam, azoknak is lesz egy alap majd, mert esetleg fel kéne újítani, mert ez most teljesen arról szólt, magánházaknak adunk egy alapot. De közben ott vannak a középületeink, amelyikeket... Köszönöm szépen! Én azt gondolom, hogy a... Egyéb hozzászóláshoz annyival egészítenék, hogy azért ebben az évben sem kell szégyenkeznünk szerintem az önkormányzatnak.
hiszen óvodától bölcsödén át nagyon sok mindent felújítottunk pályázati pénzből. Fokozatosan, én azt gondolom. A kommendás hivatalnál is volt 1 millió forint, amit ráköltöttünk, és a szükséges állammegóvásra az biztosította az önkormányzat. Tehát én bízom benne, hogy lesznek középületekre és közfeladatokra is pályázatok, továbbra is pályázni fogunk rá. A kommendás hivatal ügyében azért folyik tárgyalás, mert bízunk abban, hogy Szabolcs, hogy erről a holnapi nap már ügybizottságra bekerülhetek, nem? Tehát pillanatban van, hogy a orvosi egészségügyi szolgálat átköltözése, végül a kísérségi orvosi ügyelet, a társulás, most már együttműködési csoport az irányba elindult, hogy a átköltözik a kommendás hivatalba, ennek felújítási költségére már egy előzetes árajátok kalkulációt kértünk. De a kistérségi, ez a 6 önkormányzattal már volt egy egyeztetés, ezzel kapcsolatosan is úgy tűnik, hogy a forrás lehetőségét is megtaláltuk. Ennek a jogi vizsgálata folyik jelen pillanatban, hogy hogyan lehet ebben úgy lépést tennünk, hogy a kistérségi orvosi ügyeleti társaság esetleges közbeszerzésének némi módosításával megtakarítsuk azt a pénzt, amit fel tudjuk újítani kommendás hivatalnak egyelőre azt a részét, amely a főbejárattal együtt a pizzériáig tartó rész egyelőre. A másik részben pedig tárgyalásunk az országos mentőszolgálattal, és a mentőszolgálat épülete és egy pályázat forrásból jövő év augusztus 30-ig megújult, és ők ideiglenesen átköltöznek a régi tiszti óda helységeiben. Ezzel kapcsolatosan is volt bejárási egyeztetés, most jelenleg az OMSZ-nak a regionális igazgatójának az érkezését, a bejárása és a pontosítását ezzel kapcsolatosan. Amennyiben jó irányba haladnak a tárgyalások, akkor lehet, hogy mi arra biztatnánk őket, hogy de nyilván ez bizottság mindig nem megy testületi döntések nélkül, hogy ne bérletdíjat fizessenek arra x hónapra, amik átköltöznek, hanem cserébe újítsák fel a homlokzatnak azon a részét. De ezek nyilván az optimális verziói lennének ennek a kérdésnek, most már az elmúlt, nem tudom, lassan 2-3 hónapban folyamatosan igyekszünk egyeztetni. Amíg nincs eredmény, arról sem, amit előterészünk, addig többet nem tudom mondani, de dolgozunk az ügyen. Tehát az. Egy mondatot mondhatok a fogyasztóra. Persze. Ezzel valahogy úgy kéne majd bánni, mint ezzel az egy négyzetméterrel, hogy ha és esetleg valami, bármi olyan, ami ennél sokkal jobb lehetőség adódik, akkor ezek ne legyenek gátjai. Ezt csak azért mondom, mert ez egy 500 milliós nagyságrend, ez a kommendás hivatal. Tehát ez a minimum, amennyiért eladható. Abban a pillanatban, amint eljut odáig a szerződés, hogy ez mobilnak tekinthető. Én nem azt mondom, hogy el kell adni, csak az értéke ennyi. Tehát innentől kezdve azok a feladatok, amelyek itt beköltöznek, azok boldogan elköltöznek más helyre, ha hasonló, hogy annál jobb feladat helyet találunk nekik majd. Csak azért mondom, hogy ez egy nagyon értékes épület, nagyon sok, még a válság előtt nagyon sok érdeklődés volt, csak ugye pont ez az egy volt, ami kint volt a hatáskörünkből a honvédség ingatlanoknak. Köszönöm szépen, hát most már csak reagálok, de azért előző ciklusokban azért történtek jó néhány olyan ingatlan értékesítés, amiért, hogyha én végigmegyek akár a főutcán, vagy elmegyek a piac fele, egy kicsit fáj a szívem. Tehát én azért ezt nagyon óvatosan kezelném, ezt az ingatlan értékesítést. Az, hogy mennyit ér, az egy dolog, tehát az mindig amennyit adnának érte. Én azt gondolom, hogy a főutca azért a gazdasági erő, aki Félegyházán a főutca, ez egy főutca típusú berendezkedésű város. Hiába próbáltak bármelyik más utcán nyitni üzleteket, nem igazán megy. Én azt gondolom, hogy az önkormányzat nagyon is jól gazdálkodik a főutcán lévő ingatlanjaival, és szerintem pont azok, amelyeket abszolút nem kellene kiengedni, hiszen a jövőre kell tervezni, mi leszünk, ameddig leszünk, de bízunk abban, hogy az önkormányzat is ágaz fel fog maradni. És lehet, hogyha most nem lesz lehetőség, de 5 vagy 10 év múlva akkor majd lehetősége lesz az önkormányzatnak, és legyen mihez nyúlni, ne csak elsétáljunk majd az ingatlan mellett, aztán azt tudjuk mondani, hogy ez is amilyen volt egyszer. Én azt gondolom, ezt lezártam, ezt a témát. 12-es napirendre pontra térnék, előterjesztés a Vasas TK birkózó szakosztály kérelme tárgyában. Ehhez kapcsolódóan kérdés észrevétel van-e?
amennyiben nincs, én azt mondom, tudjuk továbbra is bírni, egyetért vele, kérem készfel a verésre jelezze. Egyébként köszönöm szépen. Következő előterjesztési Kisfokhely Waldorf Egyesület kérelme tárgyában egy közterületet kívánnak bérbe venni, nem túl nagy részt, ahol gondolom én, hogy játszóteret kívánnak majd kialakítani, ami egyébként egy közösségi célra nem lesz használható, de lerekesztett állapotú lesz. Nézek, igen, tehát akkor tehát a saját céljukra fogják használni. A város gyerekei játszanak, nem? Nem, csak a Waldorf, a saját iskola. Értem, de azokat nem Petőfi szállással az reggel játszani, hanem a fiatal. Ezt nem azért kérdezem Priszár úr, hanem azért, mert ugye, hogyha köztéri játszóteret alakítunk ki, annak nagyon komoly minősítési szabványrendszere van. Szerintem itt is egyébként majd, de akkor nekünk közbe kellene, hogy mivel kellene ezzel foglalkoznunk, hogy milyen játszóeszközöket kívánnak letenni. Így pedig azért kiderül, teljesen magáncélra akarják használni. Hát a tárgyalom, hogy le kellett egy homokozót, majd ő minősítő, hogy akarja, tehát azzal nekünk nincsen. Én inkább erre akartam kitérni ezzel kapcsolatban. Akkor köszönöm szépen, a beadványban nem egészen belőtti pontosan, hogy mi történik, azon túl, hogy a játszótér kialakítás ügyében valahol egy picit biztosítékként kellene gondolkodnunk abban, hogy ezen a hatalmas területen, mert ez három sportpályáig területről beszélünk, hogyha ezen a területen egyébként lesz egy pici játszótér, mert az is millióba került, és innen mellett lesz három vagy hat darab teniszpálya, majd akkor jó pénzért bevételt fognak termelni, így pedig ezerre mint oldalít. Tehát egy picit kellene azt, hogy átadjuk végre üzemeltetésre, de amennyiben ebből bevételt kívánnak csinálni, akkor egészen másként kerüljön, mert lehet, hogy mellett tartanak iskolát is, most ezt zárva bezárva, de egy picit ezeknek kellene erre valahogy valami. Köszönöm, egyet tudok teljesen érteni vele. Hát ugye itt egy 170 ezer négyzetméter terület, tehát nem egy kicsi összefüggő terület. Igaz, hogy nem azt mondom, a belvárosi területről van szó, de mégis azért egy beépíthető terület, közművekkel ellátott, megközelíthető, tehát egy jó értéket képvisel. Milyen biztosítékot? Nem a haszonszerzés céljára, ezt megjegyezzük, ezt nem tudjuk ellenőrizni. Mert ugye emlékszem én, amikor az Arad utca ingatlant odaadtuk, ugye én nem gondoltam azt, hogy ez fizetős intézmény lesz ilyen szinten, tehát én azt gondolom, illetve utána most ugye a Dalmasborra kezdtünk be, tehát ők ebből kvázi megélhetés, én azt is hiszem, hogy munkahely, tehát ezzel nincs problémám, csak itt nagyon jelképes áron adunk oda mindent. Én azt biztos, hogy a 10 évet nem támogatom, tehát az 5 év az álba van benne, én azt gondoltam támogatni. De amit mond a polgármester, akár ha a jegyző ezt ki tudná jogilag egészíteni, akkor ezt belefoglalni. Köszönöm. Az a lényeg, hogy valójában tényleg játszótér az iskola használja. Tehát nem haszonszerzés céljára kerüljön, hogy ennek jogilag ugyan kerüljön. Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát a szerződésre felett írni, hogy pár ilyen más funkcióváltást be kell jelentve a bizottság, és a bizottsági próbálás követően lehetséges ez, tehát ez már egy biztosíték. Másrészt pedig biztosíték szerződésben ért, hogy mindig szereplő azon kitétel, hogy amennyiben az önkormányzat valami célra azt a területet használni szeretné, akkor ugye az omai hatályú felmondási jogi, illetve az önkormányzatot. Tehát mind az átvonult időbeli lehetőségeket, hogy ez rá tudja nem ismerni. A jövőbeli lehetőséget a terület hasznosítására így nem szüntetjük meg, az önkormányzat tud fejleszteni, bármilyen pályázat van, másrészt pedig a funkciót nem tudja módosítani a bizottsági vágyásra. Jó, köszönöm szépen, akkor ezt a módosító javaslatot én megtenném, hogy ez érvénybe is kerüljön. Van-e még hozzászólás? Akkor én az A változatot tenném fel, és a módosító javaslattal. Aki ezt el tudja fogadni, készülni, 5 évig el tudja fogadni, egy hangú, köszönöm szépen. Következő napi rendi pont, tájékoztató az önkormányzat tulajdonrésze rendek gazdasági társaságok 2000 évi tevékenysége tárgyában. Megkaptam mindenki az előterjesztést, én szomorúan olvastam, hogy a mély, ez nekem új volt, hogy felszámolás alatt van. Erről nem tudom, hogy tudom.
vagyunk esetleg valamit, de van benne tulajdoni részünk valamekkora. Hogy ez hol tart, hogy ebből futhatunk a pénzünk után, vagy valamit fogunk-e tudni kapni, vagy benyújthatjuk-e az igényünket akár a területre, vagy valamire, ezt nem tudom, hogy ez nem adjuk már veszni ezt a részt, hogy van-e valami információ. Minden felszámolási jeles munkásáról kapunk információt, hogy a számoltól adócsoport ezt természetesen közelít, hogy a Lombardián követelésünk felszámolva bejelenti, csak viszonylag a következő bizottságú és a tárgyasztót szívesen elkészítettek a bizottság részére, amivel ez átadjuk. Meg teljesen, de nem egy nagy, 0,26% nem egy olyan nagy, de mégis azért valamelyik, hogy a 240 millió forintos értetőgéhez kapcsolódóan, mondom, nem a sorban nem leszünk az elsők, akik a követeléssel fognak állni, de hát azért próbáljuk megérvényesíteni, hogyha lehet. Ehhez kapcsolódóan kérdés, észrevétel, kollégák képviselők. Köszönöm a szót. Nekem a Kiskun Szabad és Sportkárt képkozott egy meglepetés, mert ez a beszámoló az olyan, mintha ez a cég ez működne és jól prosperálna. Úgy tudtam, hogy ez főszállítás. Ja, bocsánat, összekeverkem az itt. Hát itt van a Kiskun Szabad és Sport Kft. Nem erre gondoltam, hogy erről mondom, hogy a szállásos közöntő másik sort is. Igen, az Ipari Parka kerek az. Nem, Kiskun Szabad és Sport Kft. Ez nincs felszámolás. Nincs felszámolás alatt. Jó, mint a fülök fejlesztő alatt. Akkor nem indult el. Tehát itt azt mondja az Ali, hogy nem indult el. Még. Nincs tudomás alatt. Akkor milyen sorsolnak a Kft.-hez? Talomba tartjuk, vagy? Hát ha lesz valami? Jelenleg nem végig sem a tevékenységet, de van. Most hát a költsége meg van egy cég fenntartásának akkor is. Csak kérdés, hogy tudom. Tehát, hogy mi az egyszerű? Majd annak idején alakítani valamilyen célra egy kártét, vagy ezt átalakítani, és addig fenntartani. Én úgy tudom, hogy jövőben változóan nem valósul a hívó. A legfőbb következő bizottságüléséről kérünk egy tájékoztatót, jó, hogyha ez megnyugtató. Jó, ezzel kapcsolatban, ha nincs, akkor ezzel a kiegészítéssel szeretném elfogadni, aki egyetért fel, kérem készfelemeléssel jelezze, beszámolót egy helyen. Köszönöm szépen. Következő előterjesztés, Asztalosi János utca 20/3 szám alatti 42 méteres nem lakás szülőhelyiség bérbeadása tárgyában. Itt van egy kérelem is. Egy éves határozott idejű szerződés van a határozott tervezetben. A más ajánlat érkezik ugye 15 nap kiköltözésünkre. Van-e kérdés, észrevétel, amennyiben nincs, tudjuk én azt mondjuk támogatni, aki egyetért vele, készfelem és jelezze egy hangú. Köszönöm szépen. Következő előterjesztés a Petőfi tér 2 szám alatti 42,5 négyzetű nem lakációjára szolgálhelyiség bérbeadása tárgyában. Szintén beérkezett a kérelem, bérleti tartozás szerintem tudtommal nincsen, ugyanazokkal a feltételekkel kívánjuk bérbe adni továbbra is egy év határozott időre. Ehhez kapcsolatban kérdés, észrevétel, Kollár képviselő úr. Annyira lenne csak a kérdésem, hogy ezen a környéken milyen négyzet még felárért van végében mondjuk adta, van egy ilyen vasedény volt, vagy a Kereskházi Pékség, hogy ők mennyiért érzik az ingatlanokat? Vegyes tulajdonú ingatlanokról beszélünk, pont ez, amíg az egyikre gondoltam, hiszen képviselő, bizottsági tagunk felvetése kapcsán, hogy vegyes tulajdonnál alakult, pedig az önkormányzati tulajdonú volt ott döntő többsége. Változó, van ott is üres ingatlanunk, nem is kicsi, több éve hirdetett ingatlan. Én azt gondolom, hogy örülni kell a kis befolyó pénznek is ebben az esetben. Ugye mellette a hollókörnek adjuk bérbe, tehát ha oda is jönne ennyiért is bérbe, én azt gondolom, annak is megfontolnánk. Hogy mennyi ebben az ingatlanban a bérbeadási díj más? Hasonló.
Tehát tólig mennek. Tólig. Akkor hol áll? Hát van ugye 1000 forintért bérbe adott is per évre, onnantól kezdve általában 16, 18, 20, a fő utcán 20 fölött, 20 ezer forint fölötti négyzetméter per év. Azért az is. De ez a mi megállapításunk ennél, a jó tudom, hogy piaci alapú magáncélú ennél olcsóbbak is vannak, drágábbak is. Itt igazából az ilyen bérleményeknél, ami önkormányzatnál van, azért szeretik választani, mert egy biztos. Ezen kívül volt már olyan, nem is egy, amikor további albérletbe adja, tehát adunk ilyenre is lehetőséget, tehát akár egy jó vállalkozási rész is, hiszen mondjuk a Lajos Zoltán is hasonlóképpen tud vele gazdálkodni, és szerintem egészen jól csinált, hiszen felújította azt az ingatlant. Illetve a régi ingatlanjainknál sajnos a felújítási költség, fűtési költség, rezsiköltség azok igen magasak, amit még rájönnek húzva. Viszont. Annyi, hogy ezt az ingatlant, ezt kétszer úgy adtuk bérbe, hogy a bérleti idő letelt előtt visszaadták az ügyfelek, tekintettel arra, hogy a vállalkozásuk becsődött, és hát rossz utásunk a szíven az 5 év eltelt előtt visszaszállt az önkormányzatra. Tehát én most Isten bizony nem a Fidesznek akarok propagandát csinálni vele, de én azt gondolom, hogy reális áron bérlik ezt az ingatlant. Amennyiben nincs, javaslom támogatni az előterjesztést, aki egyet tud beleérteni. Egy hangot köszönöm szépen. Következő előterjesztés a második utca két szám alatti 52 négyzetméteres nagylakás célegység bérlőjének kérelme tárgyában. Nem egy egyszerű előterjesztés, azt gondolom, mert ő már volt bérlő, aki visszaadta, szüneteltette tevékenységét, jelentős tartozást halmozott fel. Én azt gondolom, az új bér, tehát úgy, amikor kivette, vagy elnyerte, teljesen mindegyik mondjuk, akkor rendeztén úgy tudom a tartozását, vagy annak egy részét, átcsoportosításra került. Most újra belefut abba, hogy kezdi felhalmozni, mert nem megy a tevékenység. Én azt gondolom, hogy akkor járunk el következetesen, hogyha határozatban leírtaknak megfelelően járunk el. Ami tudom, hogy nem népszerű, de ha egynél fogunk engedni, akkor mindenki ezzel fog jönni, hiszen ezt sem bizonyítani nem fogjuk, hogy most jól megy az üzlet, nem megy jól, nincs rálátásunk. De erre azt mondtam, nem is tudom, valamilyen képviselőtársammal beszéltem, hogy bizony, akinek meg nagyon jól megy egy üzlet önkormányzat, nem jelentkezik azzal, hogy ő többet szeretne fizetni, mert van lehetősége. Tehát ez olyan visszás ez a dolog. Szóval én azt gondolom, hogy meghirdetett áron ő eldöntő, hogy indul azon a versenytárgyaláson, vagy nem, megfelelő kaukciót lerakja, vagy nem, üzleti tervében tudja fizetni, vagy nem. Azt gondolom, ilyen esetekben akár szétnézhetnek kisebb területű, olcsó véleményeink között is. Én javaslom határozott tervezet elfogadását. Észrevétel, hozzászólás, amennyiben nincs, aki tudja támogatni. Egy hangot. Köszönöm szépen. Következő előterjesztés Kiskunfélegyházi 075/9 helyrezi számú ingatlan értékesítése tárgyában. Az előterjesztésben ugye A és B változatban, az A változatban meg van jelölve a konkrétum. Gondolom ez konkrét értékesítése alá támasztva, tehát ez a rész. Ez a tulajdoni hányadra vonatkozó kikiáltási jár, mindenkinek egyértelmű legyen, tehát azért van egy, tehát ez egy kikiáltási járnak minősül. Én azt gondolom, hogy önkormányzati ingatlan bevétellel tervezünk minden évben. Hát nem lenne rossz, hogyha ez értékesítésre kerülne, egyébként meg nagyon sok mindenre el tudjuk használni. Ez a volt öltérnek. És hogyha ő továbbra is szeretne hasznosítani, akkor pedig valószínű, hogy egy gazdasági tevékenységbe kerül bele ez az ingatlan ott, azon a területen. Ehhez kapcsolódóan kérdés, észrevétel. Én nagyon sokat jártam fiatal koromban, és lépuskával, kispuskával, ilyen mindennel lövöldöztünk itt, és nekem nagyon jó emlékeim fűződnek ez a területhez. Tudható, hogy milyen célra szeretné hasznosítani a iskola kibővíteni a tanpályát, vagy milyen jellegű hasznosítása lennének a területnek. Legutóbb, amikor ott jártam, akkor már a lőpályán belül is elég nagy bódzsing volt.
Nem tudom, hogy mennyire van közünk hozzá, hogy mire kívánja hasznosítani. Gondolom, hogy olyan tevékenység, akkor a bejelentési kötelezettsége van az önkormányzat fele. Így van, besorolása megvan, akit át akármire nem hasznosíthatja. Köszönöm a szót, itt igazából az árverés írásáról van szó. Tehát mi csak jeleztük, hogy egyébként a sülőzésen tűzfók háttére, előásolásával, tehát egyszer sem biztos, hogy van még ilyen előásolásával, vagy mikor... Ezt az állat elfogja. Így van, tehát azért is nem mondhatjuk ki ezt, ami viszont nem tartozott. Köszönöm szépen. Amennyiben nincs... Hát ez a minimum állomás és amennyiben nincs több kérdés, szavazásra tennék fel, én először az A változatot, amit támogathatónak tartok. Egyhangul köszönöm szépen. Következő előterjesztés a 1059/14-es helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának megszerzése tárgyában. Nem egyszerű téma van előttünk. Sokat gyára, szerintem már egy pár éve foglalkozunk ezzel a témakörrel. Azt gondolom, hogy most készült egy olyan határozott tervezet, aminek van A és B változata is. Én azt gondolom, hogy Tamás egy pár gondolatba foglal már össze, mert nem olyan egyértelmű szerintem ez a két rész. Mert többség itt van, csak azért. Kétszer, akkor itt is beszélünk. Tamás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 helyszám, azon már van 7-8 épület, és ugye a hátsó, ez a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plusz itt a másik három oldalon, tehát ugye is 10 helyszámon, ezen a kis keskeny utcán, mint ott látok életében, ezen a kis keskeny utcán tudnak csak bejárni, de itt a itt a fordásától, ez a magántelepen. Hát a melyiken? Itt áll a fordulásától, és így tudnak bejárni ezen a kis keskeny részen. Látod, hogy a keresztéleség, ekkor egy utca, tehát itt húzott a utca, nem igaz. Tudom, emlékszem, hát ez egy ilyen kis... Ahhoz, hogy ezt az utcát is meg tudjuk hosszabbítani, ahhoz kellene ez a terület, mert ez már az önkormányzaté, tehát annyival merülve vagyunk, mert ez is az önkormányzaté, és akkor már ezt kellene megszerezni, és akkor már idáig tudnak venni út. Tulajdonképpen meg ez is az önkormányzati, mert ez egy ilyen nyeres terület. És akkor lenne, akkor ez lenne a fő útvonal, ez nem a menekülő útvonal. Tulajdonképpen meg fogom a kockot. És akkor mi olvasod, hogy már kellene ott autók. Hát nem, az első az A-változat, azért kérdeztem, mert egy egyértelmű legyen az A-változat, az egy adásvételi szerződés, amelyén azt gondolom, hogy a másik partnernek nincsen kötelezettsége bent, tehát mi nem kötelezhetjük a vételre, ugye az értékesítést csak felkínáljuk. A B-változatban pedig egy csereügylet, amiben kötelezzük, úgymond, mert ezt ajánljuk érte, meg mi is kapunk. Ő is kap valamit érte, meg mi is kapunk érte. Én javaslom a B-változatot egyébként. Tehát az A-változattal nincs biztosítékunk arra, hogy ő ezt meg is fogja venni, nem ő tulajdonjogot szerez, vagy mi tulajdonjogot szerzünk, x millió forintért. Kérdés, észrevétel? Az első változat, egy termőföldet adnánk el. De nem kötelezheted, hogy megvenni, megvegyem. Jó, én csak a lényeget kérdezem, tehát az termőföld, ez meg három építési. Én nem erre hangsúlyoznám. Az elsőbe mi költünk el 8 millió forintot, és nem tudod, hogy ő vesz-e valamit rajta. Igen. A másodikban pedig cserét kínálok, tehát vagy elfogadja, vagy nem. Én azt gondolom, hogy cserebe az egyedül nem kerül. Jó? Azt gondolom, hogy akkor föl tudom tenni. Én egyből a B változatot tenném fel, aki el tudja fogadni, kérem készfelmeléssel jelezze. Köszönöm szépen egy kapat. Egy vasatteleké három évek kap. Következő előterjesztés. Jó, azt.
Gazdasági Bizottság által 2013 első fél évben átruházott hatás közben körben hozott döntések. Tárgyában körben. Én végigolvasgattam, megint jót derültem azon, hogy az is van a Aeroklub, igen. Ugye itt az egyeztetés során jól emlékeztem én, hogy három darabról volt szó. Ugye azért ezt majd úgy vizsgáljuk már fel egy kicsit, most csak ezt az egyet tudtam ki, a többi biztos, hogy volt ilyen. Ugye itt hozzájárulunk az Aeroklub Egyesület önkormányzat megkötött üzemeltetési szerződés alapján található három darab földbesülyeztett tartály saját költségén eteles után tereprendezés. Most kiderült utána, hogy 5-re, beszéltünk 5-ről, most kiderült, hogy 6-ra. Tehát azért ezt valahol pontosítsuk már, mert most csak ez egy, de most csak ez azért, mert volt egy egyeztetés, amúgy persze minden innen, hogy nem van írva. Én is emlékeztem, és akkor itt a Simonon mondta, hogy nem jó emlékszem, csak mindegy, persze is paranoiás vagyok az utóbbi időben természetesen. Van-e még hozzászólás, észrevétel? Amennyiben nincs, ezt elfogadjuk, én azt mondom, hogy készfeltartásra jelezzük egyhangú. Következő előterjesztés a 0461/90 helyrajzi számú terület elidegenítése tárgyában zárt ülést nem lehetne. Nyílt üléssel folytatja a bizottság, de azért nem tudom megmondani egyébként, mert még van több is, tehát lehet, hogy közben még lesz. Továbbá nyílt üléssel kívánjuk folytatni a bizottság a munkáját. Napközi otthonos óra létszámcsökkentése tárgyában, amikor átadnám a szót. Az állami feladat finanszírozás szemtelőjelését megváltszik az óvod esetében. A feladat finanszírozással van egyrészt a létszám meghatározó és finanszírozva az óvoda részére, másrészt a működtetési költség pedig a gyerek létszám, csoport létszám alapján. Az óvoda vezető felülvizsgálta az új szabályoknak megfelelően a jelenlegi létszámát, és figyelembe véve a feladatfinanszírozás létszám meghatározását. Természetesen lehetne ennél magasabb létszámmal is foglalkoztatni dolgozói létszámot egy intézménybe, de nem célszerű, mert nem finanszírozza az állam. Az állami finanszírozott létszámhoz tud igazodni az óvoda vezető megfelelő feladat átcsoportosítással. A 78 helyett 77 fő pedagógus létszámot fog finanszírozni szeptember 1-től az állam. Ez egy fő pedagógus létszámot keres jelen, amit az óvoda vezető végre tud hajtani, átcsoportosítja a feladatokat, és nem kell senkit átküldeni, mert egy óvónője nyugdíjba vonul, aki a felmentés és közötti már december 20-án telik a felmentési ideje. A technikai létszámnál felsoroljuk, hogy milyen adott létszámokat finanszíroz szeptember 1-től az állam. Karbantartói házfelügyelői feladatokra létszámfinanszírozás nem ad. Viszont a Magyar Államkincstárral történt egyeztetés követően kimondható, hogy a működtetési költségek terhére megengedi elszámolni ezeket a költségeket, mert az óvoda feladatfinanszírozás egyébként kötött felhasználású finanszírozás, amivel forintra kell majd számolni két végén. A költség csökkentések érdekében, tehát azt kell mondani, hogy a működtetési költségek is ugye azért a végtelenségig nem fedeznek mindent, hisz ebből kell az óvodának a fűtést, a világítást, minden dolgi jellegű kiadását fedeznie. Épp ezért szükséges racionalizálni ezt a kiadását is, és itt egy álláshely csökkentés szükséges, amit szintén végre tud hajtani átszervezéssel, eleve félálláshely nincs betöltve, másik félálláshely kétszer, két óra csökkenés jelent a karbantartói létszámnál, tehát 3-6 órás karbantartó maradna, és 3-2 órás házfelügyelő. Ez két karbantartónak a munkaidejének 2-2 órával való csökkentését jelenteni. Hát összesen 2 álláshely csökkenést mondanánk ki az óvodánál, ami elküldéssel nem járt, tehát nem kell megszokatni senki jobb viszonyát, és egyre beépítettük ebbe az előterjesztésbe a létszámcsökkentési pályázaton való lehetőség részvételét, és nyugdíjba vonuló
létszámcsökkentésre egy havi felmentési lehetőséget lehet meg pályázni járulékaival együtt. Köszönöm szépen. Kérdés észrevétel van-e? Amennyiben nincs, tudunk dönteni, aki egyet tud érteni vele, azt kérem készfelmelésre jelezze. 4-1 hangodat és következő, ami egyebekben kiosztós anyagban került elénk. Előterjesztés a Kiskunfegyelet Petrögi Sándor Polgárőr Egyesület kérelme tárgyában. Nekem sorban még ez van. Én nem látok rajta számot, de lehet, hogy csak nálam így került összetűzésre ennyi. Nem szó szerint. De 47 négyzetméteres ingatlan. Annyi kérdésem nem, hogy lehetne ezt jelképes áron, tehát ingyen sose adtunk. Tehát az 1000 forint, ami szokott lenni, hogy azt célozzuk meg, tehát ha már hollókörnek is 1000 forint vagyunk, akkor én azt gondolom, hogy ez jelképes ár, de ez mindenféleképpen kerüljön már bele. Tehát ingyen nem adunk, én azt gondolom, ilyen ingatlan sem. Bár ugyanúgy vonatkozik rá 8 napos kiköltözés, stb. Hát hasonlóképpen, mint hogy a civil szervezeteiket támogatjuk. Köszönöm szót, elnök úr. Igazából a tudomásom szerint jelenleg minden biztosít az önkormányzat elsőségek polgárőrségnek, de természetesen van lehetőség is. Ezt kívül lehet változtatni. Szerintem ez is jelképes ár, tehát hogy ez kerüljön már bele azért, mert próbáltsunk. Jó kérdés van-e észrevétel? Amennyiben nincs, akkor ezzel a módosítással teszem fel szavazásra, aki el tudja fogadni készfelmésre jelezze. Köszönöm szépen egyhangú. Következő Kossuth utca 6 szám alatti nem lakásszerű helyiség bérlőjének kérelme tárgyában. Most ezen kívül olvassuk. Tehát van egy bérlőnk, bérleti díj tartozása, aki tevékenységkört szeretne módosítani, magyarul más tevékenységet szeretne abban a bérleményben folytatni, mint amire bérbe adtuk. Én azt gondolom, hogy nem ez első eset ilyen, ilyenkor mindig azt írtuk elő, hogy megteheti, mert nekünk az fontos, hogy ki legyen bérbe adva, csak az eddigi tartozását próbálszunk. Szerintem azt hozzájárultuk, hogy mehetőtől a szoláriumot működtethet, csak az eddig meglévő bérleti díj tartozását azt mondászokja. Szerintem ennyivel meg lehet ezt tenni. Nem, tehát ezt meg kell fizetni, ez így jó, ez így lehet. Természetesen, tehát azért került az előterjesztési bizottság elé, mert a tevékenység módosítja, és ez a bizottság jóváhagyása az. Van elkölti, úgyhogy először az előterjesztés. Természetesen lehet feltételek sem, és ezt jóval. Meg egy igazolást kérnek, ha hitelt veszünk fel, hát akkor gondolom, itt is sosem lehetett. Jó, én azt gondolom, hogy így fogadjuk el. Ha kifizeti a tartozását, akkor azt gondolom, hogy folytathat más tevékenységet benne. Aki ezzel egyet tud érteni, kérem készfelmelésre jelezze. Egy hangú, köszönöm szépen. Bocsánat, hogy utólag tisztelem, hogy akkor ez a bérváltozat kiegészítve azzal, hogy abban az esetben már kifizetjük. Jó, amennyiben nincs kérdés, észrevétel még, akkor az ülés berekeztem. Köszönöm szépen mindenkinek. Ja, egyebek így van, mert képviselő ismertető, ugye, amiről döntést nem hozunk, csak esetleg vélemény nyilváníthatok. Tisztelt bizottságot felépítettem, hogy elküldtem mindenkinek e-mailben. Kíváncsi lennék a véleményekre, hogy az SMS-nek a módosítására tettem javaslatot. Két dologban, egyszer az idő, hozzászólás időkeret megváltoztatása tárgyában,
másodsorban pedig nem volt értékhatár megjelölve sem a szervezet és működési szabályzatban, sem pedig a pénzgazdálkodási szabályzatban. Ezzel kapcsolatosan tettem egy indítványt, és nem tudom, hogy képviselőtársaim elolvasták-e, hogy a véleményük kellene, kíváncsi, hogy támogatják-e, illetve akkor meghallgatnám nagyon szívesen a jegyzőjének az aggályát, hogy mi a probléma az indítványra. Köszönöm szépen, hogy természetesen képviselőnek írásban is el fogom mutatni a véleményemet. Igazából ugye a képviselő indítványt lehet tenni, SMS 20. szakasza szabályozza azt, hogy előterjesztés az esküvőtörés megelőzően 8 nappal korábban le kell adni a jegyzőt véleményezésre. Igazából nem ez a probléma, hanem többek között az is, hogy mivel képviselő által javasolt SMS módosításon túl van több olyan az indítványán tud terjeszkedő módosítási javaslat is, amelyek miatt egyébként most pont előkészületben áll egy SMS képviselőtestületi terjesztése, és ezért ugye 2013. szeptember holnapban tartani képviselőtestületi ülésre ütemezte a képviselőtestület még egy előző döntésében az új SMS területének a tárgyalását. Tehát gyakorlatilag jövő hónap végén kívánja a testület, erről hozott egy döntést az új SMS területét tárgyalni. Természetesen az ön módosítását az új területbe bele lehet tenni, és lehet erről tárgyalni. Ezért tehát igazából írásban is válaszoltam volna, most megteszem szóban, az új tervezetben A vagy B változatként szeretném fogok közölni indítvány is, akkor majd ezt feldönt arról, hogy ezt elfogadja vagy sem. Tehát egyrészt az indítvány megtétel elkésőbb volt, másrészt pedig pont testületi döntés van egyrészt arról, hogy mikor fogja tárgyalni az új tervezetet, másrésztről arról most nem úgy szeretnék beszélni, hogy döntött már a testület az egyik indítványával kapcsolatosan, amit már egyszer utasított, hiszen úgy döntött a testület, hogy az eredeti, mostani SMS szerinti időt fogja majd az új SMS területében is elfogadni, vagy javasolni. Természetesen minden indítványt, amit a testületet éreztem, épp ezt szerettem hallani, hogy minden indítványt, amit veszem a testület, minden hamarabb be lehet újra fejleszteni, tehát szíve jó a képviselőnek. De én kérném, hogy ezt fogadja, és akkor közöljük. Jó, szeptemben is, nem? Nekem ez a kifogásom nincs. Ha esetleg annyira arról tájékoztam, mikor hoztunk elő döntést, hogy 2013. szeptemberében fogunk SMS változtatást. Ugye adtunk egy pályázatot is, aminek függvényében, tehát igazából egy olyan szervezetfejlesztési pályázat van most bent, ami az önkormányzat dokumentumainak a felvizsgálatát is magában tartalmazza, és erre volt tekintettel, volt egy olyan döntés a lejárt erő határozatok között, hogy pont ezen pályázat való tekintettel szeptember végre fogja a képviselőtestület az új SMS területét választani. SMS-t módosítani, de hónapban lehet, hogyha akarod. Tehát, hogyha van erre kezdeményezés, meg belefér, akkor lehet a testületülésen is. Tehát csak mondjuk egy SMS-nek az a lényege, hogy én azt gondolom, hogy valamilyen időintervallumban szabályozza annak a testületnek, vagy bármilyen szervezetnek a működését. Tehát az nem jó, hogy ötletünk, ez most pont jó, hogy akkor, ha még van esetleg valakinek, akkor gyűjtsük össze, jegyző úr várja ezeket az e-maileket, akár meg is lehet ezt hirdetni. Jó, nekem még lenne egy fontos dolog, amit fel akartam hinni, de csak eszembe jutott, hogy nem kellett. Szeretném a jegyző úrnak a segítségét kérni abban, hogy az illetékes osztályra csoport, vizsgálja már meg azokat a
az ingatlanjainkat, ahol közfeladatellátás folyik, és a közfeladatellátáshoz, illetve az épület, az építés, hatósága, stb. Rendelkezésre álló terület mennyi az a maximum, ami kell. Ilyen megközelítés kell, és vannak-e olyan ingatlanjaink, amiből telekönyvileg is leválasztatók további ingatlan területek, akár értékesítés szempontjából is. Mondok egy konkrét példát, Csanyi út, szociális otthon. Én azt gondolom, hogy a bekötő út bármelyik részén kialakíthatók olyan területek, amelyek később értékesíthetők is. Tehát egy ilyen vagyon értékesítés bevételnövelésre tennék javaslatot. Én ötleteltem magamból, hogy miből lehetne, erre jutottam, vizsgáljuk meg, lehet, hogy egy halva született ötlet, de azt gondolom, hogy van jó néhány ilyen ingatlanunk, amiből leválaszthatók ilyen területek. Volt már ilyen, hiszen a József Attila iskolánál is ugye tettünk egy telekmegosztást. Én azt gondolom, hogy ezekben is azért vizsgáljuk meg ennek a lehetőségét, hát hogyha valamit ki lehetne belőle hozni. Így értető, hogy miért gondolok, ugye? Köszönöm szépen. Erről hozzunk egy döntést. Ez egyértelmű, ugye? Jó, köszönöm szépen. Tisztelt. Én egy kérdéssel fordulnék a jelenlévőkhez. A Taranyhegyi lakótelepen van egy játszótér, annak minden darabját együtt a lakókkal készítettük. Most a kosárlabda pályáról tavaly felújítottuk a palánkot, idén viszont komplett elvitték. Azt hittem, hogy ellopták, aztán kiderült, hogy ezt a Barcikai Gábor utasítására elvitték onnan, azzal, hogy szigorúan megvizsgálták és baleset veszély, és tavaly, amikor felújították, akkor még nem volt az, de most már az. Viszont az a pálya minden sokat ér, és hát azt ígérte nekem, hogy nem valószínű, hogy én nekik erre lesz pénzük, hogy ezt újra visszanyúlom. Most én megtaláltam azt a két palánkot, amelyiket senki nem használ, és még nem lopták el a vasas pályán, hogy ha ezeket nem hozzák vissza, esetleg, hogy azokba kérnék segítséget, aki ebben tud segítsen, mert az nonsense dolog, hogy egy játszótér, aminek az utolsó kapavágásig, azt hiszem, hogy senkitől nem kértünk egy fillérre, mindent megcsináltunk, elveszik a palánkot, és utána ez a válasz, hogy hát pénz nincs másikra, ezt meg elvittük. Itt tartunk. Tehát én kérném a segítséget abba, ha más nem, megnéztem, az abszolút szabványos, ami a vasaspályán van, az pont nem kellett még senkinek, pedig onnan már majdnem mindent elvittek. Ha van rá esély, akkor legalább azt kaphassák meg a gyerekek, mert hát most dobnak a levegőbe, de hát ez nem ugyanaz. Köszönöm szépen. Egyébként az elszólás észrevétel, amennyiben nincs, akkor köszönöm szépen mindenkinek az ügyes vezetőt.